Ez a kiállítás az EGRI Eszterházy Károly Főiskola kiállítása. Mindazoknak szeretnénk ajánlani, akik esetleg érdeklődnek a mi képzéseink iránt. Január 27-től április 2-ig látható itt a Mélycsarnok boxban. Szappan egy nagyon érdekes anyag. Magából ebből az anyagból indultam ki. Az installáció címe az, hogy mosd ki a szádat szappannal. Tráger szavak olvashatóak ki ezekből a betűkből. Bullshit szöveg olvasható, de ugyanakkor megjelennek ilyen szavak is, hogy mérték. A koncepció része az, hogy ne egyszerűen csak tráger szavakat olvassunk, hanem gondolkodjunk el, hogy manapság már, hogyha a véleményét valaki kifejti, lehet, hogy azt is úgy kezeljük, mint hogyha éppen káromkodott volna, nem hallgatjuk meg, vagy éppen annyi bullshitet mond egy ember, hogy nem érdemes ráfigyelni. A kiállítóink zömében végzősök, vagy frissen végzettek. A BA képzés, tehát az alapképzésből is érkeztek, és illetve a mesterképzés hallgatói közül is válogattak. Különböző programok is társulnak. Elsősorban meg kell említenem, február 2-án lesz egy bemutatkozó előadás, ahol az egész vizuális tanszék oktatói, illetve hallgatóiból egy kisebb csapat fog mesélni a nálunk folyó képzésekről. Ehhez az előadáshoz még társul három workshop is. Az egyiket a színtanos Mátray Erik fogja tartani, az animációs workshopunkat Farkas Júlia, illetve a matematikus művészet kapcsolódásáról Fa Balázs fog beszélni. Műcsarnok nevében üdvözlöm az igen népes megjelent közönséget. A teremnek, ahol a EGRI kiállítást megrendezünk, egy új nevet adtunk, ez a Mécsarnok Box. A program pedig, amiben belevágunk, arról szól, hogy megmutassuk azt, hogy hány helyen folyik nagyon-nagyon színvonalas, egyetemi szintű művészeti oktatás. Főleg a média és dizájn tanszék hallgatóinak a munkáit láthatjuk itt. Három szakirány van, tervező, grafika, webdizájn és animáció, kreatív feladatoknak a termékeit, csúnya szóval termékeit fogjuk látni, ami azért is fontos, hiszen ezek önálló műalkotásként is megállják magukat. Hogyha arra gondolunk, hogy a jövőben az esztétikai komfort érzetünket az adja, hogy milyen tárgyak, milyen képek lesznek körül, akkor nagyon is fontos az, hogy ezek a fiatalok, mostani hallgatók ilyen kreatívan gondolkodnak. A földgolyó legtöbbet publikált fényképét a New Yorki fotós Steve McCurry neve fémjelzi. Az afgán hegyekben mujahedin harcosokkal töltött majdnem fél év alatt készült a később legendássá vált fotó, melynek címe az Afgán lány. A Mőcsarnokban hamarosan nyíló McCurry fotóit bemutató kiállítás címe is ez, Legendás fotók, melyen az elmúlt 30 év legfontosabb alkotásait tekinthetjük meg. A tálaton az egész világot átívelő riport és portréfotózás egyik legendás időszaka elevenedik meg. Egy-egy portrén a legfinomabb részleteket is megcsodálhatjuk, de a képek történetének ereje áramló vonzó élménnyel ajándékozza meg a megfigyelőket. Legendás fotók a Mőcsarnokban 2016. február 25-től április 3-ig.